Önök Határtalanul című műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. Mintegy 3 évvel ezelőtt Kárpátalja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kisvárda részvételével megalakult a Tisza Európai Területi Társulás, rövidebb nevén a Tisza ETT. A gyakorlati előnyökön túl a társulás létrehozása szimbolikus üzenetet is hordoz az ukrajnai és azon belül a kárpátaljai lakosság számára. Röviden összefoglalva, az európai utat, amelynek jelentőségét mindenki pontosan érti Ukrajna jelenlegi helyzetében, írta még 2015-ben a megalakulás kapcsán a kormány.hu. A tervek szerint a Tisza ETT legnagyobb előnye, hogy a társulás közös tervezésű, határon átnyúló hatású nemzetközi projektek végrehajtását teszi lehetővé, amelyeknek a térség szempontjából kiemelt jelentősége van. A társulás legújabb pályázati eredménye egy 5 millió eurós hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása a határ mindkét oldalán. A Tisza Európai Területi Társulásnak számos megoldandó feladata van. Többek között a közös árvízvédelem, mely hazánknak kiemelten fontos az Ukrajnából érkező nagyhozamú folyók veszélyei miatt. A kárpátaljai szennyvíztisztító telepek felújítása, melyek részben már folyamatban vannak, vagy akár a közlekedés és a gazdasági kapcsolatok fejlesztése tekintetében is. A legújabb ukrajnai változások gyorsították be azt a folyamatot, ami a társulás megalakulásához vezetett. Volt egy nagyon elkötelezett megyei önkormányzati vezetése, vezetője akkor Kárpátaljának, ez jelentős lökést adott a folyamatnak. A Magyar Külügyminisztérium pedig fogadókészséget mutatott a dologra. Ezután kerestek meg bennünket, hogy érdemes lenne ebbe a dologba belevágni, és hát nyilvánvalóan a mostani ukrajnai helyzetből nem szabad visszakövetkeztetni a 3 évvel ezelőttivel. Nagyon jók voltak az államközi kapcsolatok. Egyébként éppen akkor voltunk bemutatkozni Brüsszelbe, amikor végre az Európai Tanács is rábólintott, hogy ne legyen vízumkényszer Ukrajna felé, és azt követően jött ez az elhidegülés az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ez viszont a társulást nem érinti, ezt több alkalommal megállapítottuk mi is. A magyar külügyi vezetés is ennek többször jelét adta, hogy a régiós kapcsolatok, a testvér települési kapcsolatok nem láthatják kárát ennek a elhidegülésnek. Sesták Oszkár szerint a társulási megállapodás Európa szerte egyedülállónak számít, ugyanis Ukrajna egy Európai Unión kívüli ország. Ez a fajta társulás korábban jelentős jogi problémákat jelentett az uniós és az ukrán jogrendszer különbözősége miatt. Egy viszonylag új jogintézmény az európai területi társulási forma az Európai Uniós jogrendben, egy nagyon sajátos képződmény, nem is gazdasági társaság, de bizonyos vonatkozásokban mégiscsak az. Az a lényege, hogy olyan fajta együttműködéseket segítsen elő az Európai Uniós tagországok között, amelyek egy-egy projekt megvalósításához kötődnek, egy-egy intézmény megvalósításához kötődnek, és sokkal egyszerűbbé teszik a két ország, a két Európai Uniós tagország közötti együttműködést. Annyiban más és unikális a Ukrajnával megkötött egy ukrajnai jogintézménnyel, a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal megkötött társulási szerződésünk, egy nem uniós tagországban működik, illetve hát oda is joghatósággal bír ez a társulási forma, és ebben egyedülállunk Európában, tehát az első olyan európai területi társulás, amelynek egy nem uniós ország is tagja. Ez jogi problémákat is felvetett, évekkel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt jóval korábban is megpróbáltuk ezt a társulási formát létrehozni Kárpátalja megyével, viszont mindig abba a falba ütköztünk, hogy nincs bejegyző hatósága Kárpátalján, illetve bocsánat, Ukrajnában a területi társulásnak. Most ezt úgy hidaltuk át, úgy hidalták át az ukrán hivatalosságok 3 évvel ezelőtt, hogy nem is kell bejegyző hatóság. Azóta persze mégiscsak született egy törvény, amely rendezi ezt a kérdést, és megnyugtató módon, hogy milyen engedélyezési eljáráson kell, regisztrációs eljáráson kell keresztül menni a területi társulásnak. Végsősorban Brüsszelben a régió bizottsága veszi regisztrációba ezeket a jogi formákat. A társulás az elmúlt években már többször is képviseltette magát Brüsszelben. Bemutatkozásuk után a társulás stratégiáját, valamint a következő évekre szóló cselekvési terveit is bemutatták, de készítettek már igény, valamint helyzetelemzési felméréseket is.
A Tisza LTT működését a külügyminisztériumon túl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata, a Kárpátaljai Tanács, valamint Kisvárda város önkormányzata is támogatja. Több sikeres pályázatot bonyolítottunk le, illetve bonyolítunk le a társulás keretein belül. Volt egy a Nemzeti Bank által finanszírozott programunk, amely elsősorban tapasztalatcserét, konferenciát jelentett a határindenső, illetve Tűsó oldalán. A legújabb eredményünk és az eddig legnagyobb eredményünk pedig az ENIS program keretében mintegy 5 millió eurós pályázati nyereség, amelynek keretében hulladékgazdálkodási projektet valósítanánk meg a határ mindkét oldalán. Ennek a projektnek a keretében az összeg mintegy feléből egy lerakót építenünk Beregszász mellett Jánosi településen. A lerakó területe, rajta lévő épületek már önkormányzati tulajdonban vannak egy korábbi uniós pályázati program segítségével. Egy társulási formát hoznánk létre Beregszász járásban is, és hasonlóan, mint a megyei hulladékgazdálkodási társulás, az ottani megyei önkormányzati társulás működtetni a későbbiekben ezt a lerakót. Gépkocsikat is tervezünk beszerezni, tehát létrehoznánk a megyei tapasztalatokat nagy mértékben felhasználva Beregszász járásközponton is egy hulladékos társulást, illetve egy hulladékgyűjtő mintaprojektet, 21 válogatót telepítenénk. A megyében pedig Kisvárdán egy száraz biogázüzemet építenénk a program keretében, amely ugyancsak innovatív technológiai fejlesztés lenne Magyarországon. Kárpátalján pedig végre több évtizedes probléma egyre megoldódna, hogy egyre több szilárd hulladék keletkezik, viszont ennek a biztonságos európai sztenderdek szerinti elhelyezése nincsen megoldva. Ez mintegy 10 évre megoldaná legalább a Beregszászi járásnak a hulladékos gondját, a hulladék elhelyezését. A társulási forma a következő évtizedekre tervezi a működését, amelyhez a korábbi társulásokhoz képest a kisebb területi érintettség, valamint a jól felépített működési elv is garantálhatja a sikert. Remélhetőleg a következő években ez a társulási forma betölti a hivatását, sőt, a következő évtizedekben. Voltak a rendszerváltás követően olyan kezdeményezések, gondolok itt a Kárpátok-Euró régióra, amely menet közben erősen kiüresedett, betöltötte a történelmi hivatását. Átvették a helyét az határmenti együttműködési programok, és ezek a nagy mega eurórégiók tulajdonképpen kiüresedtek. Ennek a helyébe léphet ez a társulási forma, amely sokkal kisebb területi egységet ölel fel, jó struktúrát vezetési szerepkörökkel, van a társulásnak elnöke, alelnöke, szabályozva a szavazásmód, tagdíj és a többi. Tehát ez egy jól megfogható kisebb területi egység. Az ukrán oldalon, valamint a határ mindkét oldalán számos feladat vár még megoldásra, amelyeket az érintett területek lakosainak életminőségi javulása mellett a környezetvédelem számos területét is érintik. Megoldatlan a szennyvízkezelés kérdése, nagyon sok településén Ukrajnának közszolgáltatások, akár a közösségi közlekedésre is gondolhatok. Tehát ezeket a ügyeket a következő években sorra kell venni, és akár közös működtetésben is lehet gondolkodni. Persze ebben Ukrajna euróatlanti integrációnak jelentős mértékben előre kellene lépni, amiben most az ukrán nagy politika, legalábbis reméljük csak a választásokig, de nehézségeket támaszt ugye a magyar nemzeti közösség jogainak a visszavételében. December 7-én az ukrán önkormányzatiság napján a szabolcsi, valamint a kárpátaljai önkormányzatok közös fórumot tartottak Ungváron, melyen napirendi pontokat tárgyaltak a két megyét érintő turisztikai projektekről, útvonalfejlesztésekről, valamint elfogadtak egy politikai nyilatkozatot a határtérség ukrán-magyar együttműködésének helyzetéről is. Közel 100 felnőtt és mintegy 40 gyermek ünnepelt együtt az ukrán Mikulás napja alkalmából Nyíregyházán. A rendezvényen a Magyarországon élő ukránok mellett a vegyes családok tagjai is találkozhattak ismerőseikkel, rokonaikkal.
A Nyíregyházán működő ukrán nemzetiségi önkormányzat minden évben tart Mikulás ünnepséget a Magyarországon élő közösségének, amelyet a határmenti önkormányzat, az ukrán konzulátus, valamint a magyar állam is támogat. Ukrajnában egy kicsit másnak ünnepelnek a téli ünnepeket. Kezdődnek február, decembertől ünnepelni, és egészen februárig. Amikor téli idők vannak, hideg van, és a család a házban van, mindig kezdődik az ünnepség a Katalin naptól, András napon keresztül, ez a 13. december 13-a az András nap van, tegnap volt, és utána a Mikulás 19-én. Egy kicsit más szokások vannak, mert a Juliánus és a Grigoriánus kalendárium szerint ünnepeljük. Mikulás ez a gyereknap, és mindig a gyerekek várnak valamilyen ajándékot. Ez egy kis gyerekeknek ez nagyon jó ünnepe. És utána kezdődik a karácsony. A karácsonytól három nagy ünnep van Ukrajnában, ez a maga a karácsony, utána a László nap, mint az új év, és a harmadik nap a vízkereszt. Ez nagyon nagy ünnepek. A karácsonykor a fiatalok mennek, amikor az első csillag már van az égen, utána mennek a fiatalok üdvözölni szomszédokat, rokonokat este, hogy értesítsenek, hogy az Jézus Krisztus már született. És másnap mennek vendégségbe a rokonokhoz, mert a karácsony az csak családi ünnep. Utána az új év, ez a László nap, mindig az a szokás, hogy a gabona szemmel kell ünnepelni és szétosztani ezt a szemeket, hogy legyen a bőséges és termésben jó az év, és emlékeznek, hogy minden összes rokon egybe legyenek. A vízkereszt az január 19-én van, és mindig az a szokás, hogy a víz mellett, amikor már nagy fagyok voltak, akkor csináltak a jégből a nagy keresztet, és a céklába levet öntöttek a keresztre, hogy ilyen színes legyen, és az összes község lakos ott gyülekezett, és ünnepelték ezt a napot. Általában ez most is van, csak egy kicsit más szokások vannak a városban és a falukban. A falukban mindig a szokások, hagyományos szokásokat tartanak. A téli ünnepek februárban élnek véget Ukrajnában is. A farsang szintén kiemelt ünnep az országban, mellyel a telet búcsúztatják, valamint felkészülnek a tavaszi mezőgazdasági munkálatokra. A nemzetiségi összejövetelek, így a Mikulás ünnepség szervezésében is részt vett az ukrán nemzetiségi önkormányzat is, melynek kiemelt célja, hogy a külföldön, így Magyarországon is élő ukránoknak lehetőséget biztosítsanak, hogy őrizzék a hagyományaikat, megtartsák az ünnepeiket, és hogy a gyerekeknek megtanítsák és továbbadják a régi szokásaikat. Magyarországon számlálás, utolsó számlálás eredménye, hogy kb. 7000 ukrán él. De ez nem pontos. Tudni kell, hogy a magyar kormány óriási összegeket áldoz az önkormányzatokra, hogy alakuljanak a nemzetiségek. Például nálunk Nyíregyházán 7 nemzetiség működik, és mi ukránok szintén betartjuk az ukrán hagyományokat, tisztelettel, tisztelegve persze a magyar hagyományoknak is, mert sok vegyes család van, úgyhogy mi jól járunk, mert kétszer ünnepelünk karácsonyt, kétszer ünnepelünk húsvétot, új évet, és így tovább. Nagyon érdekes jelenség, hogy mikor ide áttelepettünk, akkor úgy nagyon elkezdtük szeretni a hagyományainkat. Ez olyan érdekes. Addig úgy észre se vettük, csak úgy voltak. Örültünk, abban éltünk, és itt ugye elkezdett hiányozni valami. Így alakultak ki szerintem az önkormányzatok, és ezek a kis csapatok, társaságok, mint a miénk. Összesen olyan 120 ember tartozik mi hazánk egyenlőre, és nagy örömmel találkozunk,
többször évente, különböző ünnepeket tartunk együtt a gyerekeknek, van egy úgynevezett vasárnapi iskola, ahol tanulják az ukrán nyelvet, szép eredményeket érnek el. Ezen kívül ugye Budapesten van az országos önkormányzat, tudjuk, és ők is koordinálják a mi tevékenységünket, úgyhogy szoktunk együtt is tartani ünnepeket. Sőt, még az összes önkormányzatokkal együtt is. És ez nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Szokott lenni olyan műsor, a Rondó, ahol különböző nemzetiségek előadások vannak, nagyon érdekesek, és gyakran szerepelnek ukránok is köztük. Még azt szeretném elmondani, hogy jónak látnám, ha mi itt Nyíregyházán szépen a 7 nemzetiség, kisebbség, ha most nemzetiségnek nevezzük, összejönnénk, és egyszer csinálnánk egy nagyon szép közös ünnepet. Annak ellenére, hogy mi egy picit a naptár szerint tovább vagyunk, nem számítana. De minél tovább azért úgy érezzük, hogy közeledünk egymáshoz, és a hagyományokat tiszteljük, mint a sajátunkat, mint a másét, mert például én Kárpátaljáról jöttem. Hát Kárpátalján ez egy bevett szokás. Nálunk, ahogy elkezdenek ünnepelni Rahó környékén, ugye az ott élő ukránok, hucúlók, különböző nemzetiségek, és akkor az itt szépen jön Beregszázig, Munkács, Ungvár, ott magyarosodik egy kicsit, mert már akkor magyar ünnep van, és így még, sőt, még van olyan, hogy a zsidó ünnep is közte befékelődik valahogy, és akkor igazából nagyon-nagyon kellemes, mikor az emberek egymásnak boldog új évet kívánnak, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak, és én így szeretnék élni. És mindenkinek, a fiataloknak is ezt kívánom, és mindig ezt tanítom a gyerekeknek, hogy szeretni kell egymást és tisztelni. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat nem csak a közös ünneplésben, de a Magyarországra érkező ukránok életkezdésében is segítséget tud nyújtani. Rögtön első lépéseken, ahogy átjöttek a határon, segítünk a gyerekeket iskolába beíratni, elhelyezni, segítünk munkakeresésben, most is sikerült, hál' Istennek. Ezen kívül ugye a gyerekeknek nagyon gyakran kell segítség a magyar nyelv, ezt is megoldottuk, tartunk magyar órát, kértünk magyar tanárnőt, és akkor ő tanította a felnőtteket is, magyar helyesírásra, a gyerekeket beszélni, meg stb. Úgyhogy ilyen dolgokban. Azon kívül, ugye, hogy így össze szoktunk gyűlni, és szépen tudjuk egymásnak a születésnapját. Ma is 2 kis ünnepségünk lesz, egy fiatal házas párt fogunk köszönteni, akik az ukrán iskolába ismerkedtek meg, a fiatal ember magyar, a kislány ukrán, técsői, és összeházasodtak most 7 év után. Úgyhogy ilyen kellemes dolgok is vannak nálunk. Mondhatnám, hogy inkább csak azok is vannak. Kellemes dolgok, és nagyon örülünk, mikor ilyen események történnek, mert hogy is mondanám, hogy úgy, hogy mindenki megértse, hogy Magyarországon jó élni, akkor, ha szeretjük egymást. Hogy barátok legyünk, dolgozzunk, békében éljünk, akkor nagyon jó. Akkor nagyon jó. A következő közös ünneplést karácsonykor tartja a magyarországi ukrán közösség. Az első karácsonyt december 25-én ünneplik, a Gregorián naptár szerinti karácsonyt pedig január 7-én tartják a hagyományoknak megfelelően. Jelenleg 8 Kárpátaljáról érkezett játékos szerepel az NB1-es kisvárdai futballcsapat felnőtt keretében. A csapatban már korábban az NB2-ben és az NB3-ban is játszottak határon túlról érkező labdarúgók. A Kisvárdai Akadémián közel 60 kárpátaljai fiatalt képeznek, abban bízva, hogy később ők alkotják majd a felnőtt csapat gerincét. Az egész térségünkre jellemző,
a Szabolcs-Szatmár megyékben, az alacsonyabb osztályú csapatoknál, az NB3, NB2-ben is nálunk, illetve a megyegyben jelentős kontingens van Ukrajnából, akár Szlovákiából is. Ez teljes mértékben érthető. Nekünk a merítési lehetőségünk nem olyan, mint az ország közepén meglévő kluboknak, vagy akár a budapestieknek, nyilván a létszám különbség miatt. Ezért, illetve azért, mert a kárpátaljaiak azért jó alanyok, a kárpátaljai játékosok szeretnének nyugat felé nyitni. Ugye az elmúlt időszakban már 8 éve csináljuk itt a futballt Kisvárdában. Jellemző volt ránk alacsonyabb osztályban is, megyegyben, NB3, NB2-ben, hogy már onnan néztünk fiatalabb dorogókat, és éveken keresztül akár a Babiakra gondolok, a Kornutyákra, itt szerepeltek már nálunk. És hát menet közben ez a partneri kapcsolat közössé vált a kinti munkácsi akadémiával, akik már akkor alacsonyabb osztályban szerepeltek, és rengeteg gyerekük volt. Valahol a közös érdek azt kívánta, hogy egy együttműködést hozzunk tető alá. Ez meg is történt, és már lassan 3 év annak, hogy ottani kinti gyerekeknek nyújtunk edzés lehetőséget, edzőket képzünk, illetve most már azért jelentős támogatást is kaptak a magyar kormány jó voltából rajtunk keresztül. A Kárpátaljai Futballakadémia az az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött, infrastruktúrálisan is, illetve szakmailag. Egyértelműen mondhatom, hogy ezen kívül menet közben egy éve korábban az ungvári sportiskolával is egy komoly megállapodást kötöttünk, és ott is az ungvári stadionnak a centerpályát, az Amangár stadion centerpályáját új füvel láttuk el, alácsöveztük, locsoló berendezést kapott. Mellette pedig a nagy stadionban, a városi stadionban az önkormányzattal karöltve egy nagyon komoly új, legmodernebb generációs műfüves pálya kerül kialakításra. Annak a füvét már kiszállítottuk, az ajta kész van, alá van csövezve, tehát teljesen mai modern követelményeknek megfelelő, és azt gondolom Ukrajnában egyedülálló létesítmény lesz. Azt követően pedig Dercemben egy jelenleg is építés alatt zajló 6 nagyon modern, 2 műfüves pálya, 2 telepített fű és 2 vetett füves komplexum épül. A mellette lévő kollégiumi szálláshely pedig már engedélyest elve rendelkezik, a napokban történik meg a kivitelezőnek a kiválasztása, bejöttek az ajánlatok. Én úgy gondolom, hogy azt is a jövő hét után szerződéssel rendelkezünk és el tudjuk indítani. Tehát ez egy olyan lehetőség a kinti gyerekeknek, amely egyrészt előkészíti őket az európai magyar futballra, másrészt pedig a határunk közelsége miatt lehetőséget biztosít nekik, hogy akár nálunk is, vagy akár a magyar országi csapatok nagy részénél lehetőséget kapjanak és kibontakozhassanak. És én úgy érzem, hogy ebből Kisvárda mindenképpen profitál nagyon sokat. Most mondhatom, hogy a Munkácsi Akadémiáról már 5 játékos van, illetve az Ungváriról is van már nálunk a felnőtt keretben. Lényegesen megkönnyíti a gazdasági életünket, mert ha mondhatjuk, hogy ők légiósok, de azért csak a milyen kárpátaljai magyarok, bármiről beszélhetünk, még hogyha többen nem is tudnak magyarul, itt tanulnak meg az a kinti helyzet miatt, de sokkal kézenfekvőbb őket innen hozni, mert bármikor haza tudnak ugrani egy fél óra alatt, mint hogyha Budapestről Dunántúrá hoznánk el játékosokat. Ráadásul azok a játékosok többszörös áron jönnének ide, többszörös igényük lenne a fizetés tekintetében, tehát tulajdonképpen a gazdasági érdek is ezt szolgálja. Több játékosunk már azért ide jár Kisvárdába, fiatal játékosunk az akadémiánkra, ezáltal iskolában is itt tanulnak. Ő belőlük már teljes mérték magyar lesz, 3 év után honosított magyarnak számítanak ezek a futballisták, ezek a kisjátékosok. A magyar állampolgárságot is nagyon sokan megkapják menet közben, és a magyar iskolai bizonyítvánnyal fognak rendelkezni. Az akadémiánk az rövidesen átadásra került, a teljesen modern körülmények között nem csak az edzés lehetőség, hanem a lakhatási, étkezési lehetőségek is nagyon nagy mértékben fognak változni. Tehát tulajdonképpen európai színvonalon fogunk tevékenykedni szakmailag és szociológiailag is. Én úgy érzem, hogy ez egy megfelelő táptalaj lehet a későbbi jövő számára. Talán 3-4 év múlva lesz az első olyan korosztály, aki már megfelelő képzést kapott, és nem hiányoznak az alapok, már most is a bajnokságban remekül teljesítenek. Közülük lesznek olyan egyének, akik a későbbiek során a Kisvárda sportját azt magas szinten fogják folyamatosan tartani. Addig kell valahogy vegetálnunk, addig kell importálni játékosokat távolabbról hozni közelebbről, hogy ez a csapat
fönnmaradhasson, mármint a felnőtt csapatra gondolok. Ezért van most is egyébként több játékosunk felnőtt szinten is onnan hozva, illetve azért, mert a nyelvi könnyebbség az nagyon fontos a csapatjáték szempontjából. Tudunk velük kommunikálni, több oroszul, ukránul jó beszélő edzőnk van, orvosunk van, kiszolgáló személyzet szintén tudja a nyelvet. Tehát ez nagyfokú segítség mindenkinek. Hát ez a praktikusság elve alapján történt ez a kiválasztás elsősorban. Önök a Határtalanul című magazinműsorunkat látták Magyarország és a környező országok együttműködéséről. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A műsort támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.